Ebben a videóban az ukrán történelem a Csernobili atomerőmű 1986. április 26-án bekövetkezett katasztrófája mellett legmeghatározóbb történelmi eseményével, a holodomorral, azaz más nevén a nagy ukrán éhínséggel fogunk foglalkozni. Amennyiben foglalkoztat benneteket ez a téma, illetve az, hogy mi vezetett a holodomor kialakulásához, mindenféleképp tartsatok velem az elkövetkező percekben. Az ukrán nép egyik és a történészek szerint is legszörnyűbb katasztrófáját a csernobili Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű 4-es számú reaktorának 1986. április 26-án bekövetkezett felrobbanása előtt a sztálini szocializmus kíméletlen gazdasági reformja az első 5 éves terv jelentette. A történelmi szempontból holodomorként ismert időszak neve két ukrán szó, a holod és mor, azaz éhínség és kitörés szavak összetételéből származik. A holodomor fő okának elsősorban a történészek a Szovjetunió létrejöttét követő erőteljes pártharcokat említik meg, mivel a föderáció 1922-es létrehozását követően a pártok különféle politikai húzások bevetésével igyekeztek hatni a népre, miközben a közigazgatás védnöki szerepe, a kisebbségek, így például az orosz területeken élő ukránok védelmére irányult. Ukrajna területén ebből kifolyólag előtérbe helyeződött az ukrán területek anyanyelvi lakosokkal történő betelepítése, avagy az úgynevezett ukránosítás. Ez a tevékenység az 1930-as évekre olyan mértékben megingatta a szovjet rezsimet, hogy attól való félelmükben, hogy a nemzeti ideológiák követése sokkal erősebbé válhat a szovjet eszmékhez való ragaszkodásnál, taktikát váltottak. A tagköztársaságok, beleértve Ukrajnát is területén, oroszosítási kísérleteket kezdtek el végrehajtani, mely odáig vezetett, hogy 1932-re nem csak a gazdaságok nagy része került kollektivizálás alá, hanem a hivatalokban dolgozó tisztviselőket is vidékre küldték. A kollektivizálás és a kényszerű TSZ-ekbe tömörülés intézménye Ukrajna lakosságát érintette a legrosszabbul, ugyanis ezekbe a szervezetekbe szinte senki nem volt hajlandó becsatlakozni közülük. Mindeközben hozzáfogtak a kulákok befagyasztásához, avagy a jó módban élő parasztok koncentrációs táborokba történő zárásához, sokakat letartóztattak, mivel úgy vélték, hogy gabonát rejtegetnek házaikban. A gabona rejtegetés gyanújával, illetve akire ezt rábizonyították, vádolt lakókra, letartóztatásukat követően halálbüntetés várt. Ugyanez megemlítendő a köztulajdon ellopására is, ha bár igaz, később a kisebb lopások lekerültek a halállal büntetendő bűnök listájáról. Ugyanakkor a kitelepítések ugyancsak ukrán részről az országot lakó kulákok 15%-át, azaz 1,8 millió főt érintettek. Jellemző volt a kitelepítési akciókra, hogy ezeket a jó módban élő személyeket, illetve akik nem akartak sem a szovhozok, sem pedig a kolhozok szövetkezeti tagjai lenni, az Urál-hegység és Közép-Ázsia területére telepítették ki. Kollektivizálás címszó alatt elkobozták a betakarított terményt, és egy részét külföldre exportálták. 1932-re példának okáért előírás volt a gazdaságok számára, hogy a növénytermesztés teljes hozama 90 millió tonna legyen, melynek egy részét, azaz 29,5 millió tonnát az állam javára adjanak be, ám csúfos kudarc érte az államatyákat,
mivel a tervbe vett mennyiség helyett mindössze 50-60 millió tonnás hozamot sikerült elérniük. Ezt a kudarcot még szégyenletesebbé tette az, hogy ebből a mennyiségből csak közel 20 millió tonna terményt tudtak begyűjteni, amelynek a lakosság részéről szörnyű ára lett. 1932 és 33 között mintegy 103 ezer főt ítéltek el, ebből 4880 esetben halálbüntetés, 26086 esetben 10 év börtönbüntetés, 48094 esetben pedig egyéb ítélet lett kiszabva a törvényszolgái által. Halálbüntetés azonban nem csak azokra várt, akik a köztulajdonban tettek kárt, vagy esetlegesen gabonát rejtegettek, hanem azokra is, akik a társadalmi vagy szövetkezeti tulajdont felégették, azaz a gyújtogatás is halálos ítélettel volt egyenértékű. Ugyanezek a büntettek, ha egyszerű parasztok követték el őket, köreikben 10 év börtönt jelentettek. Annak érdekében, hogy nyomatékosítsák az emberekben a terménybegyűjtést, Molotovot küldték a hatékonyabbá tétel érdekében. Molotov azonban a titkos ügynökség termésbegyűjtési akcióját azzal nyomatékosította, hogy elrendelte, hogy abban az esetben, ha az adott faluból elfogyott a begyűjtendő gabona, akkor szedjék be a területén termelt zöldségféléket, burgonyát, illetve a helyszínen megtalált élelmet. A kíméletlen begyűjtési akciónak köszönhetően új szankciókat is bevezettek, melyeket elsősorban az ukrán falvak ellen hajtottak végre. A lakosok nem kaphattak részesedést semmelyik begyűjtött élelemből és áruból, sőt, még a háztartások vagyonát is elkobozták, nem törődve azzal, hogy az adott családnak maradt-e annyi ellátmánya, ami saját ellátására és a következő vetés megkezdéséhez elegendő. Ebből a kegyetlen bánásmódból származó éhínség leginkább a vidéki lakosságot érintette erőteljesen, amelynek legfőbb oka elsősorban a szándékosan elkövetett adminisztratív politikai döntésekben keresendő. Ugyanis a szovjet kormány az elkobzott javakat egy az egyben exportra bocsátotta, hogy ezáltal külföldi nyereségre tehessen szert, miközben a Szovjetunió és a világ egyik legtermékenyebb mezőgazdasági régióját pár hónap leforgása alatt szörnyű éhínség sújtotta. Habár a politikai pártok felismerték a helyzet súlyosságát, és legalább 35 határozatot hoztak a holodomor megfékezésére, a Szovjetunió kialakult helyzet ellenére is folytatta a gabonaexportot. Ennek következményeképp csak ebben az időszakban közel 1,7 millió tonna gabonát exportáltak külföldi eladásra. A kifejezetten rossz termelési hozam kialakulásában azonban az éhező parasztok hiányában óriási szerepet játszott az a tény, hogy a hiányt első körben traktorokkal, később állati, vonóerő segítségével igyekeztek pótolni. Ez odáig fajult, hogy a rosszul táplált állatok vonóereje nagyban leromlott, s az eddig erre a célra alkalmazott lovakat marhákra cserélték. Ennek következtében az alsó Volga-menti régióban hozott döntés érdekében 200 ezer marhát használtak a szántóföldeken szántási célokra. Ugyanakkor közrejátszott még a kialakult helyzetben az is, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok miatt meglehetősen sokat késett a vetés időszaka, és ezzel egy időben a betakarítás szezonja is kitolódott. Erre csak rátolt egy lapáttal, hogy a vetési időszakban óriási szárazságot, gyakorlatilag rosszkor követte heves esőzés, ezért a termés ennek köszönhetően odaveszett. A szovjetek által előidézett óriási éhínség összesen mintegy 8 millió ember életét követelte. Ukrajna 2006-ban, november utolsó szombatját Holodomor emléknappá nyilvánította. Remélem érdekesnek találtad ezt a videót. Ha igen,
Ne felejts el lájkot nyomni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhess a legújabb tartalmakról. Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!